szívem megkerül háza. Lelkem ruskája. Mi van ide? 23 szóval ezzel a világon csapta vagy itt nekem minden mulatság. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, ha a mosással ó igen nem sietnék. Ezt nem sugarát csökény szemeidnek. Gyerek, jó, hogy fölhadd a lejjelme. Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak. Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak. Hív! Gyere ki a partra! Csak egy pillanatra! Rácsókolom lelkem piros ajakadra! Haj, gyere ki galambom! Gyere ki, Gerlici! A csókos törést mindjárt elvégzem én! Aztán a mostohát sincs itt a közelben! Ne hagyd, hogy szerelmet halálra érjen. Vaskakas Bábszínház felkérésére készítettem el a János Vitéz előadást. Az ő gondolatuk volt, hogy esetleg készítsünk János Vitézt, és én örömmel fogadtam a felkérést, mert hogy nagy kihívásnak éreztem, illetve egy olyan történetnek, ami azon történetek egyik, ami gyereknek, felnőttnek ugyanúgy nagyon-nagyon sokat adhat. Úgyhogy ezért vállaltam el, hogy megpróbálom megrendezni a János Vitézt. A bábos forma az eléggé adta magát egyrészt, mert vannak olyan színészek, akik tudják ezt a formát használni. Másrészt pedig olyan világkörüli utazás a János Vitéz, olyan nagyívű és sok helyszínt bejáró, illetve olyan számomra mély filozófiával rendelkező történet, amihez nekem a báb és a mögötte lévő a bábját megtartani próbáló, a bábja után futó, mozgató viszonya szempontjából is egy nagyon fontos történetnek ígérkezett. Úgyhogy az első döntés az volt, hogy báb előadást készítünk. És utána pedig elkezdtem olvasni a szöveget, és azt láttam, hogy
hogy ebben a világban, amit Petőfi lefest, tulajdonképpen mindenki gonosz. Majdnem mindenki gonosz. És nagyon, nagyon, nagyon kevés emberi kapcsolat van a darabban, és mindenki a saját kis világában él, a saját kis pecsenyéjét sütögeti, és hogy van ez az egyetlen egy igaz történet itt Jancsi és Iluska között. És akkor azt kerestem, hogy mi lehet az a látványvilág, ami ezt a hát bemerevedett, kicsit rozsdás, kicsit kattogó, és nagyon, nagyon groteszk, és sok szempontból önző és gonosz világot meg tudná jeleníteni. És így találtam rá Szabótó szobrász munkáira. Ezek a gondolatok megjelentek már a korábbi munkáiban. És akkor megkérdeztem, hogy lenne kedve tervezni egy báb előadást, és ő pedig igent mondott, és így indult a közös munkánk. Perényi Balázzsal dolgoztunk, és egyrészt nagyon-nagyon megszerettük ezt a Petőfi féle nyelvet, másrészt azt éreztük, hogy ezekkel a mondatokkal, amik a dialógus részei ennek a költeménynek, ezekkel el lehet mesélni ezt a történetet, tehát nem kell több, és azt éreztük, hogy a gyerekfülnek is jó lehet, és befogadható lehet ez a szöveg. Egyetlen egy dolgot tettünk hozzá, kettő dolgot, bocsánat, az egyik, hogy végigolvastuk a Petőfi verses köteteit, és azokra a helyekre, ahol valamilyen hangulat, érzet, vagy esetleg valamilyen érzelem dramaturgiai szempontból még kihangsúlyozásra várt volna, oda kerestünk szövegeket, verseket, és ezekből születtek a dalok, amik pedig Krulik Zoltán szerzeményi, és amiket élőben kísérünk és éneklünk itt a színpadon. Azóta hosszú és a születek, azóta hosszú és a születek, és hosszú és a veszte élet, és hosszú és a veszte élet, a változó szerencse szemenél. A nagy világot összejártam én, a változó szerencse. Úgyhogy a másik dolog pedig, amit hozzátettünk, az a végén, amikor már kilépünk térből és időből, és akkor elhagytuk Petőfi nyelvét, és hozzátettünk pár mondatot a magunk szája íze szerint.